Üdvözöljük Önöket! Az alábbi bemutató videóban az archive.net karbantartás menedzsment rendszerét szeretnénk bemutatni. Kezdjük már is a meghibásodás kezelés modullal. Új bejelentéseket a rendszer fő oldalán található meghibásodás kezelés kártya új bejelentés menüpontjára kattintva tudunk megtenni. Először is meg kell adnunk a bejelentő személy nevét, a nevet már előre feltöltött adatbázisból tudjuk kiválasztani. A személy kiválasztásakor a bejelentés rögzítése ablakban megjelennek a személyhez tartozó, előzetesen meghatározott alapadatok is. Ezután a helyszín kiválasztása következik, ahol a hiba jelenséget észlelték. Ezt szintén az előzetesen felvitt helyszín listából tudjuk meghatározni. Ezt követően meg kell adnunk az érintett karbantartási pontot, mely lehet egy berendezés vagy egy logikai struktúra eleme is. Rögzítjük a bejelentés szövegét, amelyben meghatározhatjuk a hiba jelenség körülményeit. Egyszerűen a mentés gombra kattintva már is létrejön az új bejelentés, amely egyedi igénylési számot kap. Ez az igénylési szám végigkíséri az eseményt a teljes folyamat alatt a bejelentéstől a munka befejezéséig. A karbantartási rendszer a bejelentésekből a munkalapgenerálás menüpontra kattintva tud eseményeket létrehozni. Ez a tervezés és erőforrás hozzárendelés szakasz. Kiválasztva az eseményt, az esemény jellemzői ablak nyílik meg, ahol a kiválasztott eseményhez további paramétereket tudunk meghatározni. Ki tudjuk választani az érintett szolgáltatási területet, meg tudjuk adni az elvégzendő munka jellegét, a munkához tartozó felelős szakmát, az adott szakmához tartozó felelős személyt. A bejelentésfülön ellenőrizni tudjuk a bejelentéskor megadott adatok helyességét, valamint meghatározhatjuk az esemény súlyosságát is. Ezt követően ütemezhetjük az eseményt, majd megadhatjuk az eseményhez rendelt költségszámítási szabályt, amely lehet munkadíj és anyagköltség, egyedi költség, szerződés szerinti költség, vagy egyszerűen dönthetünk úgy, hogy nem számolunk költségekkel. A munkavégzéshez ellenőrzési lista szerűen egyenként elvégzendő feladatokat is tudunk rendelni. A tervezés státuszt beállítva a tervezési szakasz véget ér. A következő szakasz a munka jóváhagyása, valamint a munkalap készítése. Ha az előzőekben létrehozott esemény státuszát ütemezetre váltjuk, generálódik hozzá egy munkalapszám, melyre rákattintva megnyílik a munkalap részleteit tartalmazó ablak. Miután ellenőriztük az adatokat, kinyomtathatjuk a hibaelhárításra készített munkalapot, és kiadhatjuk a munkát végző szerelők részére, hogy azt a helyszínen ki tudják tölteni, és a munka elvégzését le tudják igazoltatni. Amennyiben lehetőségünk adódik a munkalapokat a helyszínen mobileszköz használatával elektronikusan kezelni, az események generálásával és a munkák ütemezésével az elvégzendő feladatok azonnal megjelennek a munkát végző személy táblagépén. A munka elkezdésével automatikusan elindul a munkára fordított idő mérése is. Ekkor a mobil alkalmazás ikonja megváltozik, és arra figyelmeztet bennünket, hogy az adott munka elvégzése folyamatban van. Ha a szereplő befejezte a munkavégzést a helyszínen, a megfelelő menüpontra kattintva azonnal felvéheti a munkavégzés adatait a rendszerbe. Ezzel megtörténik az esemény visszajelentése. A rendszer lehetőséget kínál arra, hogy a helyszínen a munkát végző és a munkát ellenőrző személyek aláírását elektronikusan rögzítsük, így igazolva a munka elvégzését. Az OK gombra kattintva az esemény adatai elmentése kerülnek, és azonnal bekerülnek a központi adatbázisba, ahol a karbantartási menedzser azonnal megtekintheti az elvégzett munka részleteit. Az utolsó fázis a munka lezárása. Amennyiben a visszajelentett munka adataihoz már nem kívánunk egyéb információt rögzíteni, lezárhatjuk az eseti munkát. A lezárt munka adatai ezek után is bármikor megtekinthetőek. Az archive.net karbantartás menedzsment rendszere természetesen nem csak a meghibásodások kezelésére kínál megoldást, hanem tervezett karbantartási események létrehozására is lehetőséget biztosít. A karbantartás tervező segítségével könnyen tervezhetünk jövőbeli elvégzendő karbantartási munkákat.
Az események generálása funkció segítségével akár több száz jövőbeli tervezett eseményt hozhatunk létre könnyedén, egyetlen munkasablon használatával. Ehhez csak ki kell választanunk a megfelelő munkasablont, valamint hozzá kell rendelnünk a munkasablonhoz az összes érintett karbantartási pontot. Ütemezés fülön megadhatjuk az esemény elvégzésének ütemezésére vonatkozó időpontokat, időintervallumokat, meghatározhatjuk a munkavégzés kezdési és befejezési időpontjait, valamint az ismétlődésre vonatkozó adatokat. Az események fölön kilistázhatjuk a megadott adatok alapján generált eseményeket. Ezt elmentve létrejönnek a jövőbeli események. Az ArchiFM.net karbantartásmenedzsment rendszere hatékony eszköz minden olyan vállalkozás számára, ahol fontos a szolgáltatás minősége, az események nyomon követése és a karbantartási rendszer átláthatóvá tétele. Turbozza fel vállalkozása karbantartásmenedzsment rendszerét! ArchiFM.net. Próbálja ki most!